Mennyire felelnek meg a dél-dunántúli gépipari cégek az ipar 4.0 elnevezéssel jelölt fejlesztési iránynak? Ez volt az alapja annak a felmérésnek, aminek eredményeit szerdán ismertették a helyi iparkamarában. Mindenki felkészült, tisztában van azzal, hogy az automatizálásnak, a robotikának nagyon fontos szerepe lesz a jövő gazdaságában. A családi vállalkozások, a magyar tulajdonú vállalkozások sajnos tőkehiányban szenvednek, tehát mi folyamatosan bombázzuk az államigazgatást, a megfelelő minisztériumokat, hogy ipar 4.0-val kapcsolatban finanszírozási projekteket kell indítani. Kamaránk tavaly csatlakozott az ipar 4.0 nemzeti platformhoz. Eddig 6 gépipari céget világítottak át a térségben. Ezt a számot növelné idén az iparkamara az egyetemmel együttműködve. Az ipar 4.0 főleg a termelő szektorban jelenti a magas fokú robotizált termelést, az élő munka kiváltását. Hazánkban 10 000 lakosra vetítve 56 robot dolgozik, míg a nemzetközi átlag 76 robot, ugyancsak 10 000 főre vetítve.